Elsőként a kapitány kapja gratulációt tőlünk, aztán mindenkitől. Mikor tudtátok meg, hogy most már megvan, nyertetek? Mivel eléggé szoros volt a küzdelem, ezért egész végig nem lehetett tudni, hogy hát nyerni fogunk-e, de a végén, amikor megtudtuk, hogy tényleg nyertünk, akkor nagyon-nagyon boldogok voltunk. Melyik feladatban éreztétek igazán otthon magatokat, hiszen szoros volt, de mégiscsak a pont, ahol vitatkozni kellett, vagy beszélni kellett. Hogy készültetek erre? Őszintén megmondva, attól a feladattól azért eléggé féltünk, mert hát úgy gondoltuk alapból, hogy nekünk nem annyira megy ez a feladat, de most kiderült, hogy nagyon jók voltunk benne, szóval az szerintem egy jó élmény lesz az a vita feladat. Szerintem azt mindenki élvezte, aki részt vett benne. De hogy készültetek? Minden este sokáig ott maradtunk az iskolában, volt egy 9-ig is, talán amikor a PowerPointot készítettük, és amikor már tényleg annyira úgy voltunk, hogy hát ebből nem lesz semmi, és nem bírjuk ezt az egészet, és annyit nevettünk, de igen, talán az volt a legemlékezetesebb. A startupotok igazán megragadta a szakértő figyelmét is. Hogy jutottatok, hogy pont erre készítsetek egy ilyen tervet? A tanárnőnek jött először az inspiráció, mivel ő a biciklizés nagyon támogatja, és a csapattal együtt ugye kidolgoztuk azt, hogy hogyan tudnánk ezzel pénzt is keresni, ezzel az ötlettel, hogy térképet készítünk. Melyik volt neked a legemlékezetesebb esemény a felkészülésben? Rendszeresen találkoztatok otthon, és milyen szakértőkkel tudtatok találkozni? Több szakértővel is tudtunk találkozni, idén is, meg tavaly is, például a startupra felkészülés során. Hát szerintem nincsen egy emlékezetes pillanat, az összes nagyon emlékezetes, minden egyes elkészítendő feladat. Van a pénzügyi világnak olyan terület, ami kevésbé volt szimpatikus nektek, vagy melyik volt a legnehezebb? A leasing az úgy kicsit nehezebben ment. Én arra emlékszem, hogy a factoringról kaptunk egyszer egy külön feladatot, és arra nehezebb volt felkészülni. Hogyan osztottátok be egymás között egyébként, hogy téma szerint ki felelőse volt valaminek, vagy mindenki mindenbe belehárdotta magát? A pénztár weboldalán találtuk tananyagokat, négy részre osztottuk, majd ezt felosztottuk ugye egymás között, ezután megcserélgettük őket, és igazából a végére oda jutottunk, hogy mindenki mindent átnéz. Szóval eleinte mindenki valamilyen témára készült, később viszont már mindenkinek mindent kellett tudnia. Gondolom büszke a csapatra. Felkészülésben mit tud tenni egy tanár? Kitalálja a taktikát például, próbálja inspirálni a csapatot a mélypontokon, igazából túllendíteni, hát hinni bennük, hogy ez tényleg menni fog, és hogy képesek rá.